Jó estét kívánok! Önök Kiemelő című magazinunkat látják a Hírórában. Mai magazinunkban megmutatjuk, milyen volt a hangulat a Jazzfőváros Fesztivál első ingyenes napján. Bemutatjuk a Délalföld legjobb étterme címet elnyert Kék Duna vendéglőt is. Vendégünkkel Hamzáni Lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkárával a közelgő, idén igazán különlegesnek ígérkező Hungarikum Fesztiválról beszélgetünk majd. Tartsanak velünk! A legfiatalabbak is megmutathatják virtuóz tudásukat az 5. Jazzfővároson. A Nemzetközi Jazzfesztivál ingyenes nyitónapjára az ordidő ellenére is sokan ellátogattak. Na most figyeljetek! Itt és Márton az 5. Jazzfőváros nyitókoncertje előtt adott ízelítőt stábunknak. A fesztivál legfiatalabb fellépőjét édesapja inspirálta a zenélésre. Ügyesen megállt a helyét a Future Generation névre keresztelt nyitókoncerten. Már léptem fel egyébként is zenekarral koncerten, de abban csak 3 számban dobboltam. Most bizony egy egész félórás koncertben fogok fellépni. Van benned egyébként ilyenkor izgalom? Izgulsz? Amikor fellépek, nagyon izgulok. Hogy győzöd le? Mit tudsz tenni az ellen, hogy ne izgulj? Anya mondja, hogy ne izguljak annyira, de nem nagyon tudok ellenem itt tenni, de nagyon szeretek dobolni. A jazzzene az mennyire áll hozzád közel, vagy melyik a legkedvesebb stílus számodra? Hát, nagyon szeretem a gyors számokat, de még most már kezdtem bekerülni a lassúkat is. A Jazzfőváros koncertjein a legfiatalabbaktól az igazi komoly jazz klasszisokig mindenki kapott helyet, a fennlépők egymástól is tanulnak. A mesterünk a Fodor Lászlónak a zenekarát, a Leslie Fodor Swinget mindenképpen kiszúrtuk, hát emellett meg még biztos persze sok nagy név van, amit remélem szeretnénk menni. Lehet ilyenkor ellesni trükköket, praktikákat? Hogyne, persze a zene, a játéknak az első, szerintem a legfontosabb kellék, hogy sok zenét kell hallgatni, és persze mindenképpen lehet. Az ordidő ellenére már az első napon megtelt a nagy fesztivál sátor a nézőkkel, a helyi jazzbandák rajongói szép számmal jelen voltak. Mindenféle zenét szeretünk, de mondjuk a jazz, a bohémeké, az különösen nagyon kedvez számunkra. Az első napon már igazi jammeléssel is találkozhattak a jazz rajongók. Adásunk után nem sokkal pedig már a Papa Flight Memorial Band zenél, majd ezt követően 10 órától Tóth Vera is a Budapest Jazz Orchestra érkezik az est egyik sztár vendégeként. Mai vendégünk Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkára, akivel a közelgő, idén igazán különlegesnek ígérkező Hungarikum Fesztiválról beszélgetünk. Az apropó igazán különleges, hiszen az augusztus 12-től 15-ig tartó időszak több fesztiválnak ad majd otthont egyszerre, így például a Kecskeméti Animációs Fesztiválnak is. Szeretettel köszöntöm, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket, köszönöm a lehetőséget. Mennyire sikerült összeegyeztetni a Hungarikum Fesztivál programjait a többi fesztivállal, például az Animációs Fesztivállal? Hát olyannyira, hogy mi a magával az animációs filmfesztivállal egy társrendezői pozícióba kerültünk, és mivel a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat 2020-ban lett Hungarikum, így megkerestük a Mikulás Ferenc urat, hogy mit szólna ahhoz, hogyha ezt a rendezvényt egy időben szerveznénk a KAF-fal, és így a Magyar Népmese egy kiemelt eleme lehetne ennek a fesztiválnak. Ha jól tudom, akkor ezt le is fogják vetíteni majd. Pontosan. A tér a térben rendszeresen népmesevetítések lesznek, és este pedig egész estés animációs filmek a KAF műsorából. Miről szól egyébként a Hungarikum Fesztivál? Mi a célja ennek a rendezvénynek?
A magyar nemzeti értékek megismertetése természetesen, és arról szól, hogy mi magyarok legyünk büszkék arra, hogy mennyi kincsünk van, és ismertessük meg ezt a kedves lakossággal, fiatalokkal, adjuk át ezt a tudást, ami bennünk él, és tegyünk, tehát legyen ez fontos mindannyiunk számára. Ez egyébként a 13. helyi termékünnep is, tavaly elmaradt, úgyhogy nagy az öröm, mert most azért meg lehet megint rendezni. Egy kicsit, hogyha beletekintünk a programokba, induljunk akkor el egészen pontosan csütörtöktől, mire is számíthatunk ezen a napon? Nagyon-nagyon sokrétű a program sorozatunk. Az első nap az még egy ilyen induló program. 10 órától kezdődik az Aranyhomok Portéka térségi tanyai termék és kézműves vásár, igazi különlegességekkel, csemegékkel, és délután 2-kor kezdjük el a úgynevezett hungarikum programokat. A Bácsiskú megyei önkormányzat élménymese busza érkezik ide hozzánk, és Bács megyéből gyűjtött helyi népmeséket fognak bemutatni a kedves ide érkező művészek, és még mellette Bács megyei ízeket is lehet majd kóstolni. Ez a csütörtöki napunk, egy kaláka koncerttel zárul, és este 20 órakor pedig a kafanimációs filmvetítéssel. A hivatalos megnyitó egyébként pénteken lesz délután 17:30. Erről mit kell, hogy tudjunk? Igen, itt is újdonsült hungarikumokat szeretnénk bemutatni. Az egész egész műsor egy karikás ostor pattogtatással kezdődik. Egy kumbaracsi legény fog itt nekünk ostort pattogtatni, valamint újra életre keltjük, úgy néz ki, a Tisza 83 citera zenekart. Ez egy nagyon nagy hírű citera zenekar volt Magyarországon, akik egyébként tiszakécskeiek, de ugye családi okokból ez most egy kicsit parkolópályán volt ez az együttes. És most felkértük őket, hiszen a citera is újdonsült hungarikumunk, és hogy mutassák be az igazi virtuóz citera muzsikát számunkra, és már nagy hiányt pótolnak ezzel a kis koncerttel. Valamint a Magyar Szabjavívó Egyesület is egy szabjavívó bemutatót fog tartani. És hát természetesen nagy büszkeségünk, hogy V. Németh Zsolt nemzeti értékekért felelős miniszteri biztos elfogadta a felkérésünket, és itt lesz közöttünk, és ő nyitja meg a rendezvényt. Valamint ugye a Kecskeméti Értéktár Bizottság elnöke dr. Stahó Pekári István fog köszönteni mindannyiunkat. És én itt olvastam még egyéb kuriózumokról is, újdonságról is, például térségi mesekuckóról, és hogyha jól tudom, akkor az alpolgármester úr, a Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester úr is fogott majd mesét mondani. Igen, igen. Ez is egy újdonság, hiszen a mese most egy fő eleme, motívuma az egész rendezvénynek, és sok-sok programelemet tartalmaz, sok-sok mesés programelemet tartalmaz a kínálatunk, és felkértük azokat a térségi kis diákokat, gyermekeket, akik nagyon ügyesen, eredményesen szerepeltek mesemondó versenyeken ebben az évben, hogy mutassák be a tudományukat, és varázsoljanak el bennünket, hívjanak meg a mese világába, és így hozzuk majd létre ezt a mesekuckót, és nagy örömünkre Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is elfogadta a felkérésünket. Ő a Három arany nyilvessző című mesét fogja majd elmondani nekünk. Mindezt a Lucakútnál, ez a Békás kút. Igen, igen. A Lucakút az egy gyermekprogramokat magába foglaló kis terület lesz. Érdemes lesz majd a gyerkőcöknek oda elsétálni a szülőkkel, mert ott bábelőadások, animációs foglalkozások, népi mesek, bemutatók, kézműves foglalkozások, kirakó játékok, hungarikum kirakók, akkor
Mit is mondjak még? A nagy gyerekekre is gondoltak. Igen, közben segítek egy kicsit, mert olvastam, hogy gokárdozni is lehet. Igen. Lesz falmászás, mászófal, tehát nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is akkor szeretettel várjuk oda. Igen, pontosan. Tehát megpróbáljuk, tehát igazából itt ennek a hagyományőrző rendezvénynek azért az is a célja, hogy egy kicsit a fiatalok számára is bemutassuk ezeket az értékeinket, és talán, hogyha ezeket az ifjúságnak szóló sport, egyéb programelemeket is behozzuk, akkor abban bízunk, hogy természetesen a hungarikumokat is majd menet közben azért be tudjuk cserkészni az ő figyelmük közé. Igen, tehát, és még amire nagyon büszkék vagyunk, hogy lesz egy óriás kerék is itt a híres forrás szökőkútnál. Ez egy nagyon szép kis retro óriás kerék lesz, azt gondolom, hogy a madár távlatból is majd szépen látjuk Kecskemét főterét. Ez sem volt még. Valamikor régen a Tojásfesztiválon már volt ez az óriás kerék, és nekem az akkor az volt egyik fő kedvencem, és azt mondtam, hogy ha mihez lehet, akkor újra elhozzuk a kecskemétieknek. Hogy akkor sikerül is. Igen. Aztán, ha tovább nézem, akkor szombaton lesz a gasztroszombat. Itt aztán kulináris élvezetek, kóstolók, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ezt a napot is. Igen, természetesen ott is hungarikum kóstolók lesznek, hiszen a magy alföldi gulyásleves fog elkészülni a kecskeméti csárda jóvoltából. Ők ismertetik a receptúrát, folyamatosan menet közben lehet megismerni az elkészítési módokat, és ez 10 órakor kezdődik, és egy ilyen látványos gasztró show keretén belül, és 14 órakor pedig kóstoló keretében a kedves lakosság ezt meg is kóstolhatja. És ha jól tudom, meg úgy is olvastam, hogy lesz egy kiállítás is, amire nagyon büszkék. Igen. Ja, igen. Ez a agyagbabák kiállítás. A Nagy Magyarország népviseleteiből. Cinege Edit, lakiteleki keramikus művész készítette el ezeket a népviseletes ruhában lévő kis agyagbabákat, és egyszer a kedves nézők talán emlékeznek még rá, a híros héten, hát lehet, hogy már 20 éve, a térségi kiállítás keretében egyszer bemutattuk ezt, és óriási sikert aratott, és szombaton itt lesznek újra ezek a kis babák, és azt gondolom, hogy nagyon különleges, szép élményben lesz részük a kedves nézőknek. És lesznek koncertek is? Esetleg néhány nevet említsünk meg. Igen, természetesen az operett sem maradhat ki, hiszen az is hungarikum, és így Csombor Terészt és Pál Attilát kértük föl, hogy tartsanak nekünk egy operett estet pénteken, szombaton Farkasházi Réka és a Tintanyúl tart majd egy gyermekkoncertet, őket is már régóta szerettük volna Kecskemétre csábítani, most örülünk, hogy erre van lehetőségünk, délben Szandit köszönhetjük, itt is egy igazi családos koncertnek nézünk elébe, valamint este pedig a Molnár Dixieland Band jön Szegedről, és Tormási Attilával a Penge Benge Jazz Bandből fognak közösen muzsikálni, örömzenélni. És vasárnap Fejős Jenőt szeretném említeni, akit ugyancsak nagyon szeret a kecskeméti közönség. Délután 2-kor lesz az ő koncertje, egy komoly primás csapattal, valamint este pedig az Olasz Meló fogja majd szórakoztatni a közönséget. És akkor zárul majd ez a program. Igen. Tulajdonképpen akkor csütörtöktől, már a kora délutáni óráktól, sőt már délelőtt, mert ugye a Mesterségek utcája, illetve a kirakodóvásár, az folyamatosan várja az érdeklődőket. Pontosan. A programok meg általában kora délutántól indulnak, este meg koncertekkel, de gyakorlatilag csütörtökön, ha kimegyünk, úgy délelőtt elkezdjük, és akkor vasárnap estig bármikor érdemes kimenni, mert folyamatosan zajlanak a programok. Van-e valami kitétel, bármi? Gondolok itt most a vírushelyzetre, ami volt. Igen. Most hál' Istennek azért nincsenek olyan szigorú szabályozások, de egy dolgot be kell tartsunk, a színpad le lesz majd kordonozva, és ott a színpad közvetlen közelében 500 fő tartózkodhat majd, ezt számolni fogjuk, de azt gondolom, ezt rugalmasan próbáljuk majd kezelni, tehát nem okoz majd fennakadást a fesztivál
életében, tehát ezt a korlátozást be kell tartsuk, de én azt gondolom, hogy viszonylag kötetlenebb, egy végre egy kicsit közvetlenebb, egy találkozásokkal, ismerkedési lehetőségekkel tarkított rendezvénynek nézünk elébe. Amire már ki vagyok éhezve. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon várja már azt, hogy legyen egy ilyen főtéri program, Bor utca, sok finomsággal, egyébként ezt tényleg nem is mondtuk még, ételekkel, italokkal, tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és információkat az egyesületünk honlapján, az aranyhomok.hu-n, illetve a Facebookon találhatnak. Kérem, hogy kövessék, hiszen minden nap teszünk föl új aktualitásokat. És a pontos időpontokat akkor ott meg tudják nézni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és nagyon sok sikert kívánok a programokhoz, és tegyünk még egy fontos dolgot hozzá, gyakorlatilag ezek a koncertek minden ingyenes. Pontosan. Igen, ez egy ingyenes program. Várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm a lehetőséget. A kalocsai Kék Duna vendéglő lett a Délalföld legjobb étterme. A Hello Vidék készítette el a listát, amely sorra vette Magyarország régióit, és sorrendbe állította az éttermeket. Nagyon szépen köszönjük ezt a megtisztelő címet. Mi a munkánkat végezzük, nem gondoltuk volna, hogy ekkora sikert érünk el a munkánk folyamán. Én 1987-ben kerültem ide a Dunapartra, édesapám vásárolta meg az éttermet. 1994-ben mondta ő, hogy őnek a vendéglátás már sok, és nem szeretné tovább csinálni. Családi vállalkozás, társam nagyon sokat segít benne, a feleségem. Másképp ez a dolog nem tudna működni, hogyha nem fognánk mi ketten össze, és csinálnánk legjobb tudásunk szerint ezt a vállalkozást. Az étterem közvetlenül Dunapartján foglal helyet, ami nagyon sok kedvező adottságot ad számunkra. A Duna nagyon sokat ad számunkra, gyönyörű látképet, nyugalmat sugároz felénk, és ezt a vendégeink is tudják értékelni. Mi a hagyományos ételeket készítjük elsősorban, a kalocsai közönség erre fogékony. Van halunk, harcsánk, keszegünk, törpeharcsánk, illetve a tradicionális rántott hús, ami nélkül nem megy a magyar vendéglátás ezen a környéken. Persze irigykedve nézem, ahol sokkal szebb gurmé ételeket árulnak, de sajnos ez a környék nem arra alkalmas. Harcsapörkölt túrócsúszával az embereknek a 60%-át leveszi a lábáról. Ezek mellett van még fickos pörköltünk, ami ismét egy speciális étel, de nagyon sokan jönnek érte és megkóstolják. Valamint a frissen sültek, amiben is széles a választék nálunk. Igyekszünk változtatni a vendégeink ízlése szerint. Amíg ezt a dolgot látjuk, hogy ők ezt kedvelik és szívesen jönnek hozzánk, addig túl nagy változtatásokat csak belecsempészünk a dolgainkba, mert lehet, hogy nem érnénk el a célunkat, és nekik ez nem lenne megfelelő, hogyha túl nagyot változtatnánk. De figyelnünk kell a meglévő szokásukra, és ezekhez nekünk is kell kicsit alkalmazkodni. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Hivatalosan is megnyitották az 5. Jazz főváros kapuit Kecskeméten. A csütörtöki ingyenes 0. napot követően ma estére már igazi sztárvendégként Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra érkezik Kecskemétre 10 órakor. Augusztus 8-a éjfélig még lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A Neumann János Egyetem valamennyi kora hirdett szakokat a pótfelvételi eljárásban. Termésátlag rekorddal zárult az őszi búza és az őszi árpa aratása, jelentette be sajtótájékoztatón a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Véget ért a 20. gyermekotthon a Grassroots labdarúgó Európa Kupa döntője. Pénteken délelőtt lezajlottak az elődöntő meccsek és a döntő is, amelyet a Somogyvári és Mónos Béli csapat vívott egymással. A tornán összesen 15 gyermekotthon fiatal focistái vettek részt. Módosított menetrend szerint járnak a Budapest-Szegléd-Szolnok vonalon közlekedő vonatok a mai naptól 29-éig. A Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest megállók között pályakarbantartást végeznek. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én köszönöm mai figyelmüket, nagyon szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!